A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi a szerepük a nyomelemeknek a szervezetünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit! A nyomelemekre nagyon kis mennyiségben van szükségünk, viszont elengedhetetlenek a testünk egészséges működéséhez. Cink, króm, réz, szelén, mangán, bor, jód, molibdén és a vas talán a legfontosabbak. Akárha csak egyik is hiányzik, annak már súlyos következményei lehetnek. A nyomelemek a periódusos rendszer részei, tehát olyan anyagok, amelyek alapvető építőkövei világegyetemünknek. Éppen ezért a nyomelemek és az ásványanyagok is, az emberi szervezet szempontjából nézve is, sokkal fontosabbak minden más mikro- és makrotápanyagnál, mert a szénnel, az oxigénnel, a nitrogénnel és a hidrogénnel együtt ők jelentik az élet alapját. A nyomelem hiány egyik oka a magas fitinsav bevitel, ugye a fitinsav jelentősebb mennyiségben a gabonákban van. Tehát a gabonákból készült ételek jelentős mértékben hozzájárulnak világszerte az alacsony nyomelem szinthez az emberek szervezetében. A másik fő nyomelem hiány okozó a modern mezőgazdasági termelés, melynek következtében jelentős mértékben lecsökkent ugye a talajban a mennyiségük, és a gazdák ezt nagyon sok helyen egyáltalán nem pótolják vissza, így a növényekben és a növényeket elfogyasztó állatok húsában, majd végül a mi testünkben is kevés nyomelem lesz. A nyomelemek legfontosabb szerepe az enzimek előállításában van, koenzimként segítik az enzimek termelődését. Például az emésztő enzimek felgyorsítják a kémiai reakciókat, tehát mondjuk egy növény lebomlása, ami eltartana a szabadban 3 hétig, az az emésztő rendszerünkben 3 óra alatt megtörténik. Az enzimek kellenek a fehérjék felépítéséhez is, így ha hiány van belőlük, nem tud létrejönni elegendő és megfelelő minőségű fehérje, melynek külső jelei a korai ráncosodás, a hajhullás, a hajszálak gyengülése, a körmök állapotának a romlása. Egyes vitaminok előállításához is szükségünk van nyomelemekre, például a B12-höz kobaltra. Ha nincs elég kobalt a talajban, majd végül a növényt elfogyasztó állatban, amit mi elfogyasztunk, nem lesz elég B12, ami hosszú távon a vérszegénységhez vezet. Tehát, ha nem áll rendelkezésre elegendő nyomelem, a saját testünk vitamin termelő képessége is kárt szenved, nem tudunk kellő hatásfokkal és mennyiségben vitaminokat előállítani. A cink a legfontosabb nyomelem az immunrendszer számára, kell a DNS képződéséhez, az egészséges spermiumokhoz, a sebek gyógyulásához, például a fekélyekhez fontos, illetve a gyulladás csökkentéshez. A szelén egy erős antioxidáns, ami szövődvény megelőzéshez és gyulladás csökkentéshez mindenféle krónikus betegség esetén nagyon hasznos. Testünk legerősebb saját antioxidánsának, a glutationnak az előállításához kell. A jódra szükség van a megfelelő anyagcseréhez, a felesleges ösztrogén csökkentéséhez, a problémamentes terhességhez és a kognitív, tehát az agyi funkciók megfelelő fejlődéséhez és szinten tartásához. A mangán a kötőszövetek, csontok, a porcok, a szalagok felépítéséhez kell, illetve a mitokondriumokban, a sejtek energiatermelő egységeiben tisztító antioxidánsként működik, tehát fontos szerepe van a sejtvédelemben. A vasnak kulcs szerepe van az oxigénszállításban, közreműködik az energiatermelődésben, a DNS és a mielin előállításában, ugye a mielin az idegeket körülvevő réteg, egyes neurotranszmitterek termelődésében és az immunrendszer működéséhez is kell. A króm leginkább a szénhidrát anyagcseréhez szükséges, tehát ha sok gabonaételt, cukrot, burgonyát, rizst, kukoricát fogyasztunk. A réz többek között a neuronok kapcsolódásához, tehát az agysejtek hatékony működéséhez és a neurotranszmitterek előállításához kell, mint például a dopamin, a GABA, az adrenalin, illetve szükség van rá a vörös vérsejtek, a csontok és a kötőszövetek előállításához is. A molibdén a méregtelenítéshez elengedhetetlen. Fontos azt is látni, hogy nem minden nyomelem hiányt érzékelünk, mert lehet, hogy van elég nyomelem a szervezetünkben az alapvető funkciók betöltéséhez, de arra már nem jut elegendő, hogy a DNS-ünk megfelelően képződjön, vagy hogy a neurotranszmittereink egyensúlyban legyenek. Napjainkban egyáltalán nem kell attól félni, hogy nyomelem túladagolást szenvedünk el, mondjuk készítményekkel,
lehet nyugodtan nagy mennyiségeket is pótolni, akár folyamatosan is. A nyomelemek közül a vas az, amit nem célszerű készítményekkel bevinni, mert az étrendkiegészítőkben nem igazán van olyan formája, ami jól tudna beépülni, hasznosulni, és inkább csak gondokat okoz. Ha nyomelem készítményeket szedünk, lényeges az is, hogy együtt vigyük be őket, nem annyira jó csak egyiket vagy másikat pótolni, az az ideális, ha minél több fajtát viszünk be egyszerre, mert így hatékonyabban tudnak érvényesülni. Azért is kell együtt bevinni őket, mert kiszoríthatják egymást, ha valamelyiket mondjuk túlzásba visszük. Például a túl sok cink részhiányhoz vezethet, és fordítva. Az ételek esetén pedig általánosan elmondható, hogy a biokörülmények között termesztett zöldségek és gyümölcsök, illetve a GMO-s takarmány és hormonkezelés nélkül természetes szerint a szabadban tartott állatok húsában és tejében minden bizonnyal több lesz a nyomelem, mint a tömegtermelésből származóknál. Az állatok húsában és tejében lévő nyomelemek mindent összevetve jobban hasznosulnak, mint a növényekben lévők. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy mások is megtudják, mennyire fontosak a nyomelemek, kedveld a videót és oszd meg másokkal is. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!